Mi ammadó a törp, ki néha-néha zöld, s kit ismer már a föld, fejed tovább ne tör. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. De jaj, ki ez a kopasz? A gonosz hókusz-pókusz. Törpördögök, úgyis elkapom titeket, egyszer még lecsapok rátok, behálóznak benneteket, és törpörköltet csinálok belőletek. De ti ne féljetek, nem kapja el őket, mert mindig ráfázik, ki törpre vadászik. Ismeri már őket, sok felnőtt és gyerek, mert híresek ők rég, a hupikék törpikék. Azért teremtettelek, hogy szolgálj engem. De rossz voltál. És most bosszút állok ezért. Nézd, törpapa nem tud többé megvédeni, mert megfosztottam a varázs erejétől. Ó, nem, nem! De igen, igen! Ne! Ne bánts, törpapát! Ne vedd el a varázs erejét, ezt nem teheted! Nem, nem! Micsoda lidérc! Mintha igaz lett volna! Meg is nézem, hogy jól van-e, törpapa! Szép jó reggelt! Kérsz egy kis finom csokoládi pudingot? Köszönöm, nem kérek! Nem láttad mostanában törpapát? Hát én... Ami törp? Mikor tanulod már meg, hogy nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk? Törpilla, ami pedig törpapát illeti, a laboratóriumában szorgoskodik, mégpedig mondhatom, 7 nappal látéve. Remélem, emlékeztek arra a mondásra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. 15-ös számú kísérlet. Adj hozzá 6 csepp citromot és keverd össze. A törpiskoláját ez nem jött be. Á, nem, törpilla. Minden rendben. És a robbanás, törpapa? Miattam, ne aggódj, kedvesem, és most már menj, mert nagyon sok a dolgom. Jó, már itt sem vagyok. Ez káprázatos cicus. Varázslattal a fémet aranyjá változtatom. Hallod ezt? Aranyjá! Gazdag leszek, gazdag, gazdag, gazdag. Lássuk csak, 1 gram kígyó méregre van szükségem. Igen, 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 igen. Napfelkeltekor pedig adjunk hozzá néhány felolvasztott törpöt. De hát nincsenek törpjeim. Adjunk hozzá néhány felolvasztott törpöt. Lássuk csak az egyiken, az körülbelül 10 törpöt jelent. Megszerzem őket, megszerzem őket! Csiribí, csiribá, rajta nőjetek! Törpök örömére nagyra kerekedjetek! Hé, már egyetlen perc nyugalma sem lehet sehol a törpnek. Valamit nem értek, kerti törp. Úgy tűnik, a gyors növesztőm nem lett törpéletes. Törpapa, kezd veszíteni a varázs erejéből. Törpapa, veszít a varázs erejéből. Ettől a sok izgalomtól egészen elfáradtam. Na, de nézd csak! Segítség, törpapa, segíts! Miután törpapa tökjei mind szétbukkadtak, azt hiszem, lidérc álmom sajnos valóra vált. Lehet, hogy törpapa azért feszít a varázs erejéből, mert öregszik. Öregszik? De hiszen még csak 542 esztendős. 542 éves? Akkor nem is öreg. Ki nem állhatom az ilyen nagy számokat? Hé, azt hiszem, ebből remek kis torta lesz. Mi ez? Álom vagy valóság? Hé, mi a
lemanó folyik itt. És csupa ragasztó. De csak kívülről, te kis buta törp. Hókuszpók? Már kettő megvan a tízből. Még egy ajándék. És ez még az enyémnél is törpösebbnek tűnik. Huszonhármas számú kísérlet. További fontos hozzávalók keresése. Na, nem látok semmit. Remélem ez jobb lesz. Magasságos törpegek? Szólnom kell a törpöknek, hogy elmegyek. Törpjeim, sajnos legutóbbi kísérleteim nem jártak eredménnyel. Ezért el kell mennem a Kötfátyol hegyére, mert újabb gyökerekre van szükségem. Törpapa, kérlek, ne menj el! Ne aggódj, törpilla, visszajövök még mielőtt beesteledik. Ne, törpapa, kérlek, ne! Valami baj van, törpilla? Nem, á, dehogy, törpapa, csak gondoltam talán pihenned kellene. Pihennem, balga manóság. Jók legyetek, amíg vissza nem jövök. Munkára fel! Most mit akarsz velünk csinálni? Csak megnézem, hogy mennyit ér a súlyotok arányban. Micsoda, de hiszen ez csak 10 deka. Nekem 20-ra van szükségem. Pompásak a csapdáim, de így lassan haladok. Több törpre van szükségem. Gyorsan! Mihez fogjak? Ne izguljatok, törpapa úgyis megmegy minket. De törpilla nekem azt mondta, hogy törpapa kezd veszíteni a varázs elejéből. Az, amit hallok? Hát persze! Nyíljön! Köszönöm, törpicsekek! Mondhatom, hogy igazán remek ötletet adtatok nekem. Dam-di-dam-di-dam! Oh. Kizárólag törpöknek. Én ugye törp vagyok. Oh. Nézzétek, mit találtam! Ezt hallgassátok! Gyertek a vörös tölgyhöz, törpikék! Figyelemmel hallgassátok-e versikét! 4 törp érkezzen 1 óra alatt, különben törpapa varázsereje megcsapanhat! Látjátok? Én mondtam, hogy törpapa kezd veszíteni a varázserejéből! Igen, én láttam, mi történt a törpökkel. És repülő zöldséget támadtak meg minket. Csinálnunk kell! Csend legyen! Ki nem állhatom a csendet. Egyetlen dolgot tehetünk. El kell mennünk a vörös tölgyhöz. Ez a legkevesebb, amit én itt nem látok semmit. Gyerünk, azzal nem megyünk semmire, hogy itt kuporgunk. Nekem ez a hely nem tetszik. Törpapa azt mondta... Vigyázzatok! Nicsak. Mit látnak szemeim? Ez legalább 20 deka lehet. 20 deka törp hús. Gyerünk, Szia-miau! Aranyat kell csinálnom, de amíg találkozol erre kóborló törpel, hát nyugodtan megeheted. Meg kell keresnünk törpapát. Ő biztosan tudná, mit kell tennünk. Talán. Remek. Aj, holnap pirkadatkor azonnal aranyjá változtatom őket, és gazdag leszek. Gazdag. Enni akarok, enni. Én bizony szívesen megadnám Hókuszpóknak a jussát, bele a képébe. Remélem törpapa idejébe erről kerül. Erre jobb, ha nem számítunk. Tréfi, meneküljünk innen, de gyorsan. Na jó, de hogyan? Ügyi Fogyi, szerintem eltévedtünk. Ugyan, de hogy tévedtünk el. Csak fogalmunk sincs, hol vagyunk. Jaj, én lépteket hallok. Úgy félek. Ne félj, törpilla. Majd én megvédelek. Törpapa! Úgy megijedtünk! Hála a törpéknek, hogy te vagy! Törpilla, ügyifogyi, mi a baj? Megint hókuszpók! Csapdába ejtett egy csomó törpöt! Igen, és azt mondta, aranyjá fogja őket változtatni! Aranyjá? Van egy ötletem, de segítsetek! Gyertek a laboratóriumba! Most mi csinálsz, törpapa?
Természetesen aranyat hókuszpóknak. Csak tedd, amit mondok, és nem lesz semmi baj. Jól van, törpapa, de azt mondod? Dicséretesen bátor vagy, törpilla. Veszélyes a feladatod, ügyifogyi, de én bízom benned. Miattam ne aggódj, törpapa. Nem sokára felforra víz. Na, kíváncsi vagyok, melyikőtök fog először szétolvadni. Te leszel az? Júj, hogy áll. Mi ez? Ez arany? Mennyi arany? Törpök, hol vagytok? Sziasztok! Számolj már, ragyogok! Szabadíts ki minket! Kapj el, ha tudsz, Siamiaú! Utánam, gyorsan! Arany! Egy egész aranyhegy! Siamiaú! Utánuk! Kapd el őket! Törpilla, most! Egy napon még megfizettek ezért, nyomorult, töpörödött törpicsekek! Megfizettek! Ó, hókuszpók, oly simogatóak a szavaid! Hát ez sikerült. Néha sok kudarcot kell végigélnünk ahhoz, hogy végül is eljussunk a sikerhez. Éljen, törpapa! Hurrá! Hurrá! Ó, drága törpapa, hogyan is kételkedhettem benned? Hát igen. Mindig mondom, hogy az ember nem hihet el minden badarságot. Én aztán egy árva pillanatig sem hittem volna, hogy törpapa... veszített a varázs erejéből. Ó, de legalább, ha kiszabadulok innen, gazdag leszek, Siamiaú. Gazdag, gazdag, gazdag! Na így! Mi ez? Ez törpapa! Ez megint az ő műve. Ezt még megkeserülitek! Elkaplak benneteket! Persze, persze!